Azért bosszantó, mert megbeszéltük, hogy próbáljuk tartani, hogy nem kapunk gólt az elején. Kicsit kivárásra játszottunk, lehetett is látni, nem azt csináltuk, mint az előző meccseken, hogy próbáltunk hátrébb állni, szervezetten közelen egymáshoz, tudtuk az MTK, ugye jó passzolós, rövid passzolós játékosaik vannak tele. Hát ilyenbe kaptuk a gólt is, nem tudtuk kivédekezni, azt a 13. percben, azt hiszem, utána már ugye változott a játék, kicsit kiebb jöttünk, akkor nekünk is megvoltak a lehetőségeink. Nekünk kimaradt, megkaptuk a másodikat, akkor ugye már még nehezebb lett ez az egész, de nem játszottunk alárendelt szerepet szerintem, nekünk is ugyanúgy megvoltak a lehetőségeink, ha nem is olyan 100%-os lehetőségek, mint nekik, de megvoltak a helyzeteink, aztán a harmadik után jött az egy, akkor egy kicsit visszajött a remény, úgy gondoltam, hogy ebben a mérkőzésben is benne lehet bármi. MTK egy kicsit visszavett, kicsit a biztonságra ment, ez nekünk feküdt egy kicsit, de a 60. perctől úgy érzem, hogy már az a tűz, meg az akarat, ami bennünk volt, hogy az egy pályán egy döntetlen a 3-0 után kicsikarjunk, vagy egy fordítást, az egy kicsit elmúlt. De még utána is megvolt két olyan lehetőségünk, nem azt mondom, hogy az MTK-nak nem kontrákra beálltak, csinálták, amit kellett nekik, nem vállaltak be többet. Amiért jöttek a győzelemért, azt megcsinálták már az első fél időben. Mi is ezt játszottuk volna biztos fordított helyzetbe, de szerintem a nézők nem bánták, jó mérkőzés volt. Nem ez jellemezte az őszt, hiszen nagyon jó mérkőzéseket játszottatok, az is látszódott, hogy folyamatosan épül a csapat, és azt lehet mondani, hogy az ősz közepétől egy nagyon-nagyon stabil játékkal, jó védekezéssel, egészen jó támadási formációkkal egy negyedik hely lett az ősz vége. Igen, egy kicsit vissza tekintünk az őszbe, akkor én azt mondom, hogy ha a Diós Győri és ezt az MTK mérkőzést elfelejtjük a gólok számába, akkor elég jó volt a védekezésünk, kompaktok voltunk, egybe volt az egész csapat. Nyilván amíg nyáron érkezett egy jó néhány játékos, azok mire összeértek, az meglátszott az elején levő eredményekből. Egy-kettő olyan eredmény, úgy érzem, hogy ha kiveszünk még ebből a Kozár Michelin itthon, meg a Szentlőrinc idegenbe, akkor azt mondom, hogy egészen jó félszezonunk volt. Így sem mondom azt, hogy rossz, ott vagyunk a negyedik helyen, nem olyan lőtávban, de azért közel vagyunk a feljutáshoz. Nyomni kell tovább, stabilnak kell lenni, MB2 még hosszú. Úgy gondolom, hogy ezeket a meccseket, ha nem veszíted el, akkor az jó lehet, de a hátrébb lévők közül, hogyha nem veszítesz és csak nyerni tudsz ellenük, akkor ugyanúgy ott messzer a végén az elszámolásban. Ami viszont előnyös lehet majd a nyári kezdethez képest, hogy egy egészen jó alapokra lehet építeni a tavaszi szezont. Így van, hát nyilván Mester is mondta, hogy lehet, hogy érkezni fog egy-két játékos, de ez minden átigazolási szezonban benne van. Most nem kell új csapatot építeni, mint a nyáron szinte, de hát ha érkezik játékos és be akarnak kerülni, nyilván meg kell küzdeni a helyükért, mert most már kialakult egy olyan mag, egy olyan közösség, ami erős, úgy érzem.